Szívet melengető látvány fogadta azokat a bálózókat, akik a Kolca vendéglőben búcsúztatták a farsangot. Az ajtónál díszsorfalat álló huszárok üdvözölték a meghívottakat, és gyönyörű huszárlányok vezettek mindenkit az előre lefoglalt helyre. A modern idők zajától elütő bokacsattogtatás, sarkantyúpengés, patkolcsizmák kopogása keveredett a vonós zenekar ritmusaival. A megnyitó beszéd után figyelemre méltó előadást tartott Zsigmond Zoltán történelem szakos tanár a könnyű lovasság történetéről. Azt is megtudhattuk, hogy először Mátyás király idejében említik meg a huszárokat, és hogy a szemnek tetszetős díszes külső igazából páncélzatnak is szolgált. Hogy a díszes csákon kívül mi tartozott még a huszárhoz? A huszárbajusz, ez is volt a huszárnak, utána a dolmány meg a mente, tehát annak a zsinórozása fontos, mert tehát ilyen pajzsként szolgált a zsinórok, ilyen acélszállal, fémszállal voltak megerősítve, és panyókára vetett dolmány az azt jelentette, hogy a bal felét védte a huszárnak, másrészt meg a jobb keze szabadabb volt. Hát akkor van a harisnya, ugye a székely harisnya, meg gondolom a huszár harisnya is abból alakult ki. A kettő között van a tarsoly, ami itt látható, meg a szabja, ami most nem látható, ezek egy jövőn fügtek. Harisnya szintén vitézkötések, a csizma meg a sarkantyú. A katona élet tartozéka volt a verbunkos táncrend, amit a háromszék együttes táncosai mutattak be, mint a felidézve a hadrendben állás szilai, virtusos, de nem mindig örömteli pillanatát. A Sepsiszentgyörgyi magyar férfi dalárda előadásában felcsendülő dalok a tűzkerességen átesett, a világ szélsőségeivel dacoló, hol győzve, hol elkeseredve harcoló mindenkori katonák érzésvilágát elevenítette fel. Hogy mitől másabb egy huszár a többi katonánál? Elsősorban legyen egy jó lova, akivel tudjon bánni, aztán kell legyen neki lehetőleg korhű felszerelése, és azon kívül, amikor a kettő együtt van, tehát a ruha meg a ló, akkor kell legyen egy megfelelő tartása, amivel méltóan képviseli az elődöket. Felveszed a huszárruhát, és akkor visszakerülsz így érzésbe az időben, amikor a huszárok tényleg azzal szolgálták meg a földjüket, tehát a székelységre gondolok, hogy elmentek katonának, és akkor ez ennek a felelevenítése, hogy így egy kicsit részesévé válsz annak a dolognak. Már második alkalommal megrendezett bál a Szilaj Hagyományőrző Egyesület tagjainak köszönhető, akik mindent megtesznek, hogy ne merüljön a feledés hullám sírjába ez a szép magyar fegyvernem, és amint Fazakas Péter mondta, ős magyar lovasíjászattal foglalkozunk, és huszár hagyományőrzéssel. 18-an vagyunk az Egyesületben, ebből 10-en mint lovasíjászak is működnek, és 17 huszárja van az Egyesületünknek, tehát 17-en tudunk huszár rendezvényeken felvonulni. Kívánjuk, hogy sikerrel járjanak, ne lankadjanak, és a huszárok hagyományos tisztelgése, erő, tisztesség kapja vissza régi fényét.